tisztelt nássereg! Szerencsés jó napot szívemből kívánok minden szép vendégnek, akit itt most látok. Palánki István mondom a nevemet. Zoliék vőfénynek kértek fel ma ide engemet. Én pedig Zolitól arra kaptam szót, hogy az ő drága menyasszonyát így az elején kikérjem. Úgyhogy azon csodálkozom, hogyha jól látom, akkor Maját sehol se látom. Odabent maradtál, majd én kiinstálom, hogy kárba ne vesszen sok fáradozásom, úgyhogy elmegyek és megkeresem, mivel az óra is már majdnem annyit mutat, hogy ne várakoztassuk majd a lelkész urat. Úgyhogy, ha megengeded, Zolikám, akkor megkeresem a drága menyasszonyodat, jó? Megengeded? Jó. Bent szép nézek, hogy hát ha. Nos hát, drága Zoli barátom, őt már nem kell megforgatnom, ugye? Megismered nézéséről, járásáról, csípőjének a ringásáról. Amit nagyon megtanultam, az iskolában nem tanították, de én kívánom, hogy soha meg ne unjam. Itt van ékessége a szülői háznak, hogy karomon tarthatlak, a szemeim kápráznak. Itt van Zolikám, drága menyasszonyod, egészségben bízom a te kezedre. Vigyázz majd te rá egész életetekbe. Éljetek hitben, szeretetben. Hitben, szeretetben, a páros életben. Egy negyed órás csókot adj neki, hogy ebben hiba ne essen. Én az ifjú pár! Most pedig akkor még a légy zümmögése is szűnjön oda hátra, hiszen most következik hőlegényünknek a búcsúzása. Mert szólna Zoli látom mosolygós arcáról, de inkább én mondom most el, mit elméje gondol. Drága édesanyám, szóm hozzád fordítom, búcsúzó beszédem ilyen mosolygósan indítom. Hálát adok neked, hogy a földön élek, hogy felneveltél, úgy szerettél engemet. Hálát adok minden egyes imádért, s amit értem tettél, azért mindenért. Talán nincs is olyan csillag az égen, amit ha kérnék, le ne hoznál nékem. De megtaláltam választott párom, innentől utamat vele járom. Csak hát hossza az az út, amelyre most elindulok, de búcsúzóul a válladra borulok. Két puszival köszönj el most édesanyám. Most következik menyasszonyunknak a búcsúzása. Ugyanis szólna Maja is látom mosolygós arcáról, de inkább helyette is én mondom most el, mit elméje gondol. A kedves órában kire is gondolok, drága édesanyám, te tőled búcsúzok. Hálát adok neked, hogy a földön élek, hogy felneveltél, úgy szerettél engemet. Hálát adok minden egyes imádért, s amit értem tettél azért mindenért. Mint kertész a virágot szereti, ápolja, aztán meg jön valaki, aki leszakasztja. Zoli volt a szerencsés, aki most engem leszakított, de azért mindig a te drága pici lányod maradok. Legyen minden napod fénylő, mint a tavasz, ne hújjék ajkaidról soha búj se panasz. Hosszú az az út, amelyre most Maja elindult, de búcsúzol a válladra fogod. Két puszival köszönj el most én. Tisztelt nássereg, egy kis figyelmet szeretnék kérni, ugyanis vőfénynek, vándornak ott van a kezébe, hogy minden házba bátorsággal térjen be. Enyém a szerencse, hogy vőfénynek ide eljöhettem. Most engedjék meg, hogy szalagomat elkérni merészkedhessem. Hogy drága menyasszonyunk Maja, én most téged szépen megkérlek, kösd fel a szalagot, hogy botom kaphasson egy újabb ékességet. Köszönöm szépen! És akkor mielőtt elindulnánk, üzentek a lányok a menyasszonynak. Úgyhogy ezt kérem, hogy hallgassák meg, rám bízták, hogy tanuljam meg ezt a verset, amit ők mondtak nekem, és mondjam el, mielőtt férhez mennek. És hát természetesen, ha a csajok üzentek, akkor üzentek a fiúk is, hogy nem maradsz ki a sorból, Zolikám. A fiúk azt mondták, hogy mielőtt megnősülni lesz, feltétlenül mondjam el neked, és az így hangzik.
És akkor elindulnánk az Újváros házára, ahol 16:30-tól polgári szertartás következik. Köszönöm szépen anyakönyvvezető asszonynak a kedves szavakat az ifjú pár nevében is. Életére és munkásságára Jóisten bőséges áldását kérjük és kívánjuk. És hát legalább annyi 20 000-es olyan percenként az égből, ahány párt összead, úgyhogy szép élet kívánunk anyakönyvvezető asszonynak. És hát akkor mielőtt elindulnánk, az ifjú párnak pedig annyit mondanék, hogy adjon a Jóisten nektek sok ilyen boldog, szép napot, ismerjétek csak hírből a bánatot. Boldogság legyen nálatok az örökös lakás, kerülje házatok a búha gond és az anyós pajtás. A nótának igaza van, már látom, a páros élet a legszebb a világon. Aki mondja most néktek-e sorokat, szívből kívánja boldogságotokat. Én az ifjú pár kérnék egy nagy kapcsolat! És akkor első körben, hát Zolira most nem annyira van szükség, úgyhogy megkérlek, gyere ide egy kicsit. Viszont annál nagyobb szükség van az eladósorban lévő lányokra. Drága mennyasszonyunk Maja azt szeretné tudni, hogy ki fogja az ő példáját, az ő boldogságát leghamarabb követni, mert ami a kezében van, az nem egy díszes bokor, hanem egy pillanatokon belül elkapható mennyasszonyi csokor, és aki azt elkapja, lesz, hogy szerencséje, hogy leghamarabb majd neki lesz férje. Én meg, mint vőfély titkon abban reménykedem, hogy majd az ő lagziát is jó pénzért én vezényelhetem. Na akkor egy utolsó számolás a mai napon, tényleg, hagy halljam! 1, 2, 3! Nos szóval, tisztelt nássereg, mielőtt a nyitótáncot bemutatná az ifjú pár előtte, megszoktam őket próbálni, hogy mennyire szeretik egymást. Ami nálam van, az ugye sótartóba só, tényleg az van benne, illetve egy fél szelet kenyér. Ezt át is adnám Majának, mind a kettőt. És akkor első körben Majának az lenne a feladata, hogy tegyen annyi sót a kenyérre, amennyire szereti Zolit. Jó, és akkor ugye most jön a Zoli feladata, odaadom neked. A te feladatod pedig az, hogy harapjál akkor át a kenyérbe, amennyire szeretned Majász. És akkor, ahogy mondtam, hetek óta időt és energiát nem spórolva készültek a következő nyitótáncra. Ott voltam az első alkalommal, amikor próbáltak, és az utolsón is. A fejlődés megkérdőjelezhetetlen. Olyat tetszenek látni, amit még soha. Úgyhogy majd helyet kellene, ez így jó, ez lehet, hogy elég hely lesz. Helyet kellene hagyni nekik. Világszám következik, telefonokat lehet előkészíteni, ugyanis soha nem látott tánc Majától és Zolitól önöknek. Utána pedig lehet táncolni nyugodtan mindenkinek, és akkor 3:48-kor érkezik majd a vacsora. Jó szórakozást kívánok, egy bíztató tapsot a nyitótánctól! Halljuk szó, tisztelt nássereg, egy kis figyelmet szeretnék kérni vacsora előtt. Mint ahogy az esküvőkön lenni szokott, egy pohár köszöntővel kezdeném, és megkérném az ifjú párt, hogy legyetek szívesek felállni. Poharamat, ifjú pár, értetek, emelem, tartson ki köztetek az örökös szerelem, örvendjetek sok apró pici gyerekben. Nem kívánok sokat, de nem is keveset, legalább 12 fiú és 8 lány gyereket. A hazának és magatoknak legalább ennyit rendezzetek, de ha több lesz, azon se keseregjetek. Más egyebet én már nem is kívánok, látom már innátok. Én az ifjú pár kedves egészségünkre! Halljuk szó, tisztelt nássereg! Érdemes vendégek, nem üresen jöttem, étkekkel telve vagyok mindkét kezem, de még mielőtt a kanálhoz nyúlnának, buzgó szívvel adjanak hálát az Úrnak. A Szent Péter Úr hívott engem vendégségbe, egy nagy égi lajtórján másztam fel az égbe, vittem neki ajándékot, sört, bort meg kevertet, hálából az öreg megmutatta a paradicsom kertet, sülteket hoztam, mégpedig igen sokfélét, köszörülje hát meg mindenki a kése élét, csak arra vigyázzanak, hogy el ne csorbítsák a tányérjuk szélét, a sültekhez mindenki jó étvágyat fogjék, jó étvágyat kívánunk! Kezdjük, jó? Hol volt, hol nem volt, még az operenciás tengeren is túl, ahol a kurta farkom alatt szúr, vagy talán még azon is túl, ott ért a nyuszika. Kinézett egyszer az ablakon, majd azt mondta, de rohadt messze lakok mindentől. Ugyanezen a területen élt egy királynő, ne kapkodjál ide már, ott vagy nyuszika. Egészséged, nem? Tehát így voltak a kocsisod. Fogd be a lovakat, ugye?
kocsis, mivel egy igen jó kocsis, egy drága jó kocsis. Egy fasz a kocsis. Ő egy király kocsis. Ott mondtam, hogy király kocsis. Tehát a drága jó kocsisnak. Kérjük egy nagy tapsot a résztvevőknek. Halljuk szó, tisztelt nászsereg, egy kis figyelmet kérnénk. Ígérem, már a mai éjszaka folyamán nem sokszor fogok, de fontos pillanathoz érkeztünk, ugyanis itt van hát a menyasszonyi torta, sok rajta az írás, jövő ilyenkorra halljék a gyerek sírás. Adjon a Jóisten nektek egy olyan kis magzatot, aki majd két kezével kiveri az ablakot. De ez egy kicsit odébb van, egyen most a menyasszony, csak arra vigyázzon, hogy a férje éhen soha ne maradjon. A menyasszonyi tortához majd mindenki jó étvágyjal fogjon. Az est fénypontja következik, ugyanis itt áll hát az ékes menyasszony, hogy menyasszony fővel egy utolsót mulasson. Táncoljon hát vele mindenki egy kurtát, csak arra vigyázzanak, hogy le ne tapossák a cipője sarkát, mert azt a Schusterok igen drágán varták. Itt van ez az 5 forintos. Én ezt jelképnek szánom, legyen mindig nektek elegendő, szívemből kívánom. Akit innen betalálok-e, megpróbáljuk. Aki táncolni nem tud tőlem, tanuljék, húzz rá, muzsikus az ifjú párért. És hát akkor eljött az a pillanat, amikor én szeretném nektek megköszönni, hogy engem választottatok. Remélem nem bántátok meg. És hát akkor ugye sok boldogságot kívánok nektek, és még több gyermeket. Éljetek nagyon boldogan a halálotokig, a sírotokig együtt, békességben, boldogságban. Éljen az új asszony és az új ember, és hát akkor stílusosan az elköszönés, az Palánki István nemzeti sport Debrecen. Akkor most már azt mondom, hogy a bőfői botot leteszem, és egy 3 kötőjel 5 percen belül eliszom az eszem. Én a pultnál várom a fiúkat, a hölgyeket ide a színpadra. Jó szórakozást, hadd szóljon!